Sziasztok! Következő témánk a vállalkozó ötletek elemzése, az idő és a szükséges pénzügyi források elemzésének tükrében. Ugyebár az első dolog, amit egy ötletnél meg kell vizsgálnunk, az az idő, amit a vállalkozó az ötletére akar valamilyen formában fordítani. Először is figyelembe kell vennünk, hogy mennyi időt kész a vállalkozó rááldozni magára a vállalkozására. Tehát, hogy mennyi idő az, amit ő hajlandó a vállalkozására áldozni. Hogyan gondolja összehangolni a kötelezettségeit a vállalkozás felé és a családja felé? Tehát egyáltalán megengedi, hogy egyáltalán az eddigi életvitelét az továbbiakban is folytassa. Mennyi idő kell ahhoz, hogy a vállalkozás hasznot hozzon? Ez is egy nagyon fontos tényező, tehát hogy mennyi idő az, amire már hasznot tud hozni a vállalkozásunk, valamint az is egy tényező lehet, hogy mennyi idő kell ahhoz, hogy legyőzzük a konkurenciánkat a piacon, hogyha ezt is akarjuk ugyebár érni. Jó, először is ugyebár az idő és a család viszonyát vizsgáljuk meg. Egy vállalkozás indításakor nagyon kevés idő jut majd a családra, és a barátokra is. Nehéz párhuzamosan a családdal is, és a vállalkozással is foglalkozni. Ez annyit tesz, hogy azért illendő ezt a családdal valamilyen formába tisztázni. Hogy merre, mit szeretnék, és akkor, hogy ők ezt egyáltalán tolerálni tudják ezt. Ha sok időt szeretne ugyanis a vállalkozó a családjával tölteni, akkor ez nem biztos, hogy majd a vállalkozása meg fogja engedni, mindettől a vállalkozó ideges, feszült lesz, és rossz döntéseket hozhat, tehát mindez kiadhat az üzletmenetére. Nagyon fontos ez a tényező, hogy egyáltalán a családunkkal mennyire tudjuk majd ezt az üzletelést végezni. Az idő és a pénzügyi célok elérése. Fontos azt megvizsgálni, mennyi idő kell ahhoz, hogy elérjük a pénzügyi céljainkat. Mennyi idő kell ahhoz, hogy egyáltalán azt a célt, amit kitűztünk magunk elé pénzügyileg, azt elérjük. Türelmesnek kell lennünk, nem fog egyik napról a másikra működni a dolog, és azt tudni kell, hogy aki nem türelmes, az gyorsan kedvét is veszítheti, és elállhat az ötletétől. Tehát türelem, menni fog az úgy, ahogy mi akarjuk, csak idő kérdése. Idő és a piaci pozíció. Meg kell vizsgálnunk azt is, ahogy mennyibe kerül az, mennyi időbe kerül az, hogy jelentősebb piaci pozícióba kerüljünk, valamint, hogy túlszányoljuk ezt a konkurenciát. Nem várható el egy kezdő vállalkozótól az, hogy ez egyik napról a másikra történjen, rövid időn belül történjen még. Ez egy hosszú folyamat, hosszú időt vesz igénybe, tehát muszáj, hogy így működjön. Ha már ez túl rövid idő alatt következik be, az már gyanús. Következő a pénzügyi források elemzése az ötletek során. Ez talán az egyik legkritikusabb tényező az ötlet megvalósításával, amellyel ugyebár a vállalkozó szembesül, ugyanis itt a zsebünkről van szó. Fontos választ találni arra a kérdésekre, hogy mennyi pénz szükséges a vállalkozói ötlet megvalósításához, a felszerelés megvásárlásához, anyagkészletnek a feltöltéséhez, az alkalmazottak munkába állításához, és az egyéb kiadásokra mennyi pénz szükséges. Mindezt annyi időre kiszámolni, ameddig a vállalkozás nem termel hasznot. Tehát az előzőekben kiszámoltuk, hogy mennyi idő az mire hasznot hoz, de addig mennyit fogunk elkölteni. Tehát ezt ki kell előre számolnunk. Vállalkozásnak fel kell mérni, hogy az elegendő saját tőkét befektetnie, vagy más forrásokat is igénybe kell venni. Ha kölcsönre van szüksége, akkor pedig be tudja tartani majd a kölcsön visszafizetéséhez szükséges időkorlátokat, tehát mennyi idő alatt kell ugyebár ezeket a részleteket visszafizetni. A források nagysága, tehát hogy nagyon függ attól, hogy milyen fajta vállalkozást indítunk. Háromfajta vállalkozást indíthatunk ugyanis. Indíthatunk termelői tevékenységet, kereskedelmi tevékenységet, vagy szolgáltatói vállalkozást. Na most, a termelői tevékenység az, amiben jelentős pénzügyi források szükségesek, ha ilyen szeretnénk nyitni. Tehát valami újat szeretnénk előállítani, mert ugyanis ehhez kell a legtöbb pénz, hogy úgy mondjam,
Tehát itt ugye bár a forrásokat kutatásokra, termelőeszközök, nyersanyagok beszerzésére, munkaerő foglalkoztatására fogjuk költeni, tehát itt jelentős pénzügyi forrásokra van szükség, tehát itt több pénzre van szükség, több eszközre van szükség. Ettől kevesebb eszközre van szükség a kereskedelmi tevékenység létrehozására, kevesebb indulótőkét igényel, ugyanis itten majdnem, hogy csak raktároznunk és eladnunk kell a terméket, és akkor aránylag gyorsan vissza tud jönni ez a pénz. A legkevesebb tevékenység, legkevesebb befektetés a szolgáltatói tevékenységekhez szükséges, mert ez szinte kezdőtőke nélkül is beindítható, ugyanis itt a fejünket használjuk, tehát az eszünket, a tudásunkat használjuk, és akkor itt, mivel ezt használjuk, kevesebb tőke kell ahhoz, hogy ezt beindítsuk. Egyes szolgáltatói tevékenységek indítása ugyanis azonban jelentősebb költségekkel járhat. No de milyen tevékenységek is ezek például? Egy termelői tevékenység például egy új autó előállítása. Azért gondoljuk meg egy autógyárat nyitni, azért ez nem megy mi egyik napról a másikra, és mondjuk rá, tehát itt elég nagy befektetésekre van szükség. Kereskedelmi tevékenység, például egy kisbolt a sarkon, sarki kisbolt. Tehát ő hozzá ugyebár ott vannak a termékeket, be kell, hogy szerezze, és hogy gyorsan el is adja, tehát itt aránylag gyorsan tudunk ezt, tudunk egy ilyent létrehozni. Vagy mondjuk rá szolgáltatói vállalkozás, például vízvezeték szerelők vagyunk. Mi kell hozzá? Szerszámok kellenek, elmegyek, megjavítom, kapom érte a pénzt, ennyi. Tehát ez nem egy olyan, tehát itt nem kell annyi befektetés, hogy én egy vízvezeték szerelő legyek. Azonban, ha vannak olyan szolgáltatók is, ahol bizonyám kell jelentős befektetés, például egy hotelt nyitni, vagy egy vendéglőt nyitni, hát oda asztalok, székek, ágyak, berendezés, stb. Minden kell. Tehát ez már konkrétabb eszköz, amire szükség van, mégis szolgáltatást végzünk. Ugye ismétlésnél azt kell tudni, hogy az idő és a pénzügyi forrásokat hogyan kell figyelembe venni az ötletek megvalósításakor. És természetesen házfeladat, füzet be. Köszönöm, hogy megnézted a videómat. Sziasztok!